Tárgyi és szellemi kultúrájukban, viseletükben, néptánc és népzenevilágukban, dalaikban a szülőföldről magukkal hozott mintákat megtartották a bukovinai székelyek. A több hullámban zajló kitelepítések, az őket körülvevő népcsoportok kultúrája mind-mind nagy hatást gyakorolt rájuk. Falkai Gyuláné Jakab Éva 4 bukovinai népdalkört vezet. Ősei hagyományait és dalait a következő nemzedéknek is tovább szeretné adni. Bukovinai székely családból származom, szüleim mindketten andrásfalvi származásúak, de az életünket egy pár kilométerre arrébb töltöttük, mint ahol általában a bukovinai székelyek letelepedtek, tehát Kisvejkén voltunk, ott mindössze akkor 3 család élt. A rokonaim azok Aparhanton, illetve Kakasdon élnek. Mivel így távolabb voltam a rokonságtól, azokban a hagyományokban, amiket a székelyek átéltek és megéltek, nem igen tudtam részt venni, illetve részt vettem, mert minden nyaramat Aparhanton töltöttem. Ott kellett nyaralni, ott kellett libát őrizni, és ott tanulta meg az ember a kenyérsütéstől kezdve minden olyan dolgot, ami a székelyek szerény életéhez abban az időben hozzátartozott. Kaptam egy feladatot valahonnan föntről, bár nagyon sokan szépen énekeltek a családban, a rokonságban, de úgy, mint az én korombéliek, hogy ha nem olyan területen nőttünk fel, ahol a hagyományőrzésnek volt valami útja, módja, mint például Kakasdon, akkor a rádió, televízió hatása az erőteljes volt, és az én szüleim is bizony magyar nótát énekeltek. Egy dologra emlékszem csak, hogy a Bogár Imre balladát az anyukámtól tanultam meg, és az még egy jó variáció is volt, úgyhogy az akkori seregszemlén sikert arattam vele. De nem népdalokon nőttem fel. És igazából nem is tudom, hogy honnan jött. Talán onnan, hogy Kakasdon is nyaraltam időnként Sebestyén Ádám bácsinál, vagyis az ő lányánál, mert a nagybátyám oda nősült, és Ádám bácsi gyakran énekeltetett, illetve tanított nekem népdalokat. Nem én szedtem össze a népdalköröket, hanem a feladat megint csak megtalált. Aparhanton kezdtem tanítani, de már talán visszább kéne mennem egy kicsit az időben. Középiskolás koromban a kollégiumi nevelőnöm népdalversenyre vitt, és ezután az akkori Szélkerék népzene együttes, amely Bonyhádon működött Szabó László vezetésével, meghívott a csapatba énekesnek. Aztán, amikor elkezdtem tanítani Aparhanton, akkor egy kolléganőm gondolkodott ebben a hagyományőrzésben. Volt valami alapja, mert népdalkör működött, de abba maradt Aparhanton. Ő viszont néptáncot álmodott meg, zenekart, és egy rendes hagyományőrző csapatot, és ami meg is valósult, hát egy nagy buszra való ember jött össze, 50-valahányan voltunk, 3 generáció. Néptánc tanítás volt, népdalkör, a gyerekek is gyönyörűen énekeltek, tehát ez egy maga egy csoda volt, ami ott Aparhanton abban az időben megvalósult. Amikor elkerültem Aparhantról Kölesdre, az körülbelül olyan 40-50 kilométer, akkor ott helyben egy népdalkört alapítottam, de az is teljesen véletlen volt. Fölkészültünk egy aranydiplomát adására, és ott tulajdonképpen kórusművet énekeltünk. Valahogy a szívem ugye mindig oda vonzott a népzenéhez, és az szépen fokozatosan átalakult népdal körré. Aztán megkerestek a Kétyiek, mert elment a vezetőjük, vagy abba hagyta, azt hiszem, az éneklést, a vezetést. Kéty után Bonyhád, Kakasd, Kisdorog és végül Nagymányok.
Időben eltolódva, és akkor most éppen összeért minden, hát van, amelyik részemről abban maradt már. 4 bukovinai népdalköröm van. Egy ideje, 2016 óta pontosabban énekelgetünk együtt is. Ez úgy alakult, hogy a Bukovina Fesztivál időnként maratonira sikerült. Tehát volt, aki 10 órakor, 10:30-kor ment fel a színpadra, és gondolkodott, volt, aki azt mondta, hogy hát jó, akkor mi csak 2 évente. Mások viszont azt mondták, hogy hát 2 évente az nem jó, mert lehet, hogy most lesz utoljára nekünk, és mert öregek vagyunk már, és a többi, és a többi. És akkor pattant ki a szikra, hogy hát akkor mi lenne, hogyha én a csoportjaimat összevonnám, ugyanazt megtanítom, és akkor majd közösen összedolgozzuk az egészet. És így alakult, hogy a 4 népdalkörhöz még csatlakozott Tevel, és az első fellépésünk a Bátorszéki Székely találkozón volt 2016-ban, akkor 70-en léptünk a színpadra. Hát fantasztikus érzés volt nekünk is, akik szerepeltünk, de a közönség soraiból is megható visszajelzéseket kaptunk. Az volt a kérés, hogy ezt a dolgot folytassuk. Túl vagyunk egy gyönyörűséges turnén Erdélyben, egy 4 napos turnén, amit a Teveli Székelykör vezetőjének, Erős Pálnak köszönhetünk, mert ő szervezte meg nekünk. Én, mint művészeti vezető, természetesen úgy működtem közre, és szünet következett a pandémia miatt a csoportokban is, rövidebb, hosszabb. Most pedig ismét készülünk a Bukovina Fesztiválra, és ismét együtt. Mert annyira szeretnek már együtt énekelni, hogy úgy gondolják, hogy ez igazából olyan más érzés, és olyan átütőbb az egész. A bukovinai dalokat elég nehéz énekelni. Erre akkor jöttem rá, amikor a gyes előtt énekeltem a pedagógus kórusban, és utána fél évig nem tudtam népdalt énekelni. Viszont amikor énekeltem a Szélkerékben, akkor is tapasztaltam, hogy teljesen más az embernek a stílusa. Azok az éles ritmusok, nyújtott ritmusok nem olyanok, mint akár a Sárközében vagy más dialektusban, és a tempók, az érzületek, a gyönyörű kifejezések, azok lehet, hogy csak számomra vagy számunkra olyan lelki erőt adnak, amit nem érdemes másképp megfogalmazni, mert a gyönyörűen továbbadja, megfogalmazza az ének. A népdalok azok tovább élnek. Én úgy látom, hogy a művészeti iskolák nagyon jeleskednek. Olyan gyerekeket nevelnek, akik értékelik és szeretik a népdalt. Nem csak a hangszeres zenét, hanem a vokális népzenét is. Tehát foglalkoznak vele. Ez így mindenképpen jó. A fiatalokat tánc közben ismerkednek meg elsősorban, most azt kell mondanom, a bukovinai népzenével. Hát erre is van nagyon szép példa, például Garán, az Aprók, vagy Hőgyészen, rengeteg gyerek van. Majoson most indult be egy néptánccsoport, amihez persze népdal is kell. Másként énekel az, aki táncol, ezt fontos tudni. De én úgy gondolom, hogy a jövője az lehet, amit most is látok már, például Kosnás Árpádnak a kislányánál, hogy 2 tánc között énekel valaki, vagy énekelnek majd valakik. Ez régebben is így történt, így szervezték a műsorokat, hogy kicsit tudjanak szusszanni a táncosok, és talán megint majd ez lesz, mert ha mi már nem leszünk, vagy előregszünk, akkor bizony a népdalkörök is megszűnnek. Nem tudom elképzelni most, hogy ebben a formában nagyon-nagyon sokáig, tehát hogy örök életűvé maradjon így a népdalkör, viszont hogy valamilyen formában újra éled, akár így, ahogy az előbb mondtam, vagy zenekari kísérettel, mert arra kaphatóbbak a fiatalok, vagy egy jó hangú szólista, az igen, az lehetséges.
Falkai Gyuláné Jakab Éva több évtizedes munkáját Vas Lajos emlékplakettel jutalmazták. A néphagyomány ápolása, a népzene területén végzett több évtizeden át tartó elhivatott szerepvállalásáért, kimagasló tevékenységéért adományozták a rangos elismerést a népdalkörvezetőnek, népdalénekesnek.